Jó reggelt kívánok 2021. augusztus 26-án csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt az újabb reggelt, köszönjük azt, hogy felkelhettünk, elkezdhetjük feladatainknak az elvégzését, köszönjük, amikor adsz pihenést, megpihentetsz, hogy utána újult erőt adj, nem azért, mert güriznünk kell, hanem azért, mert a te országodat építhetjük, ahová te állítottál bennünket azon a helyen. Kérünk, hogy a te áldásod legyen a mai napon is, vigyázz az útrakelőkre, és leginkább te vezess bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. Ehhez kérünk, mutass utat a te igéd által is, ha kedves a te előtted most is, Szentlélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt, a Márk írása szerint való evangélium 12. részéből a 28. verstől a 34. verssel bezárólag a következőképpen. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, Albert Einstein relativitás elmélete óta tudjuk, hogy minden relatív. Relatív a távolság, sőt még azt is meg lehet dönteni azt az elméletet, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes, mert ez a síkban igaz ugyan, de ha már háromdimenziós térben gondolkodunk, mi van, ha a két pont között van egy hatalmas nagy szakadék, és azon is keresztül kell menni? Akkor már rögtön az egyenes is relatívvá válik. Amikor Jézus azt mondja, nem vagy messze az Isten országától, akkor itt is relatív az, hogy mit jelent közel, és mit jelent messze lenni. Amit Jézus itt mond ennek az írástudónak, az egyszerre dicséret, és egyszerre kritika. Dicséret, mert azt mondja, így olvassuk, hogy Jézus látva, hogy okosan felelt, mármint az írástudó, ezért mintegy megdicséri ezt az írástudót, hogy valóban értelmes, okos ember. Ez talán abban mutatkozik meg, hogy nem azzal a fajta gőgös vitával is, hozzáállással megy Jézushoz, mint amivel a többiek valószínűleg küldték őt, hanem van benne alázat és taníthatóság. Addig tudok Krisztus tanítványa lenni, amíg van bennem alázat, és tanítható vagyok. Ez az írástudó tudja, hogy a szeretet többet ér az áldozatnál. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi az én életemben az áldozat? Mi az, amit adott esetben vagy már feláldoztam Istennek, vagy vár tőlem, hogy feláldozzam neki? A mai világban, a klasszikus értelemben már nem áldozunk, hiszen az egyetlen valós és igazán mindent eltörlő áldozat a Jézus Krisztusé. Ugyanakkor nekünk is kell áldozatot hozni az életünkbe, csak ez már nem nagyon szokás. Valahogy úgy kiment a divatból. Mit áldoztál fel Istenért? Mi az, amit odaadsz neki? Idő, erő, pénz, ki tudja mi. Ugyanakkor a dicséret mellett az, hogy nem vagy messze az Isten országától, egyszerre kritika is, mert azt is jelenti, hogy nem vagy benne az Isten országába. Mint egy kifejezi, hogy
lehetséges oda bekerülni. De te még nem vagy benne. Te benne vagy már, kedves testvérem, neked mit mondana Jézus? Benne vagy-e az Isten országában? Én is mástól hallottam, amit el szoktam olykor mondani, amikor valaki azt mondja, hogy de hát én hiszek Istenben. És erre az a felelet, hogy gratulálok, utolérte az ördögöt. Mert hogy megvan írva a Jakab levelében, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Aki pusztán csak Istenben hisz, mint egy általános teremtőben, mint egy mindenek felett álló erőben, az még ettől nem üdvözül. Ez még nem üdvözítő hit, hanem csak egyfajta Isten hit. Az üdvösséghez, ahhoz, hogy valaki benne legyen az Isten országába, el kell fogadni az Úr Jézus Krisztust megváltónak. Ő az, akin keresztül tudunk bemenni a mennyek országában. Annak van élő hite, aki naponta kapcsolatban van az ő személyes megváltójával, Jézus Krisztussal. Így fejezi ki igazából Isten azt a szeretetet, amelyre várja a mi válaszunkat. Egyrészt Isten felé, másrészt a másik ember felé. Csendben tegyük hozzá harmadrészt önmagunk felé, mert aki önmagát nem szereti, az nem tudja a fele barátját sem szeretni, mert hogy ezt mondja, szerest fele barátodat, mint magadat. Elfogadtad-e már magadat, hogy azért vagy olyan, mert Istennek teremtett, ilyennek, amilyen vagy? Tudod-e jó értelemben, nem egoizmussal szeretni magadat, mert akkor fogod tudni szeretni a fele barátodat, és akkor tud ez kiteljesedni, abban a szeretetben, hogy mindent Istennek rendelek alá. Ez tulajdonképpen nem más, mint önfeláldozás. Képes vagyok saját egyéni elgondolásaimat, saját egyéni ösztönömet, ingereket, amelyek érnek és kiváltanak belőlem különböző reakciókat. Képes vagyok-e ezeket félretenni, felülírni, és Istennek adni az életemet? Ma mit ajánlasz fel Istennek szeretetben? Amikor Jézus válaszol ennek az írástudónak, akkor egy olyan hitvallást mond el, amely minden izraelite számára már gyerekkortól megtanulandó, számunkra is memoriter volt annak idején a teológián. Sömá Izrael, így kezdődik. Halld meg, Izrael! Az Úr az egyedüli Úr. Neked ki az Úr az életedben? Ha Jézus Krisztus, akkor azt mondja, benne vagy az Isten országában. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy benne lehetünk a te országodban, akkor is, ha még itt a földi életben tartasz bennünket, hogy elvégezzük futásunkat, azt a feladatot, amelyet nekünk szántál. Add, hogy szeretettel tudjuk ezt úgy megtenni, hogy téged teszünk az első helyre, és tudjuk fele barátainkat úgy szeretni, mint önmagunkat. Ehhez taníts minket saját magunkat is jól szeretni, és a fele barátot is. Kérünk, te légy velünk ezen a mai napon. Az üldözötteknek te adj kitartást, megszentelődést és hitvalló szájakat. A gyászolóknak vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, az utazóknak oltalmat. Légy kérünk mindannyiunkkal, Istenünk, mert egyedül te vagy Isten, rajtad kívül nincs más. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!